Sziasztok! Szpen itt egy újabb rész a mai elképesztő sztikus 174. vicces Minecraft Bauk részben az 1.10.2-es update-ben bejött jeges El fogunk foglalkozni és erre nagyon sok bagot fogok építeni a közel jövőben úgyhogy aki már ki van akadva amiatt, hogy a nem tudom, különböző zászló, meg, meg ehhez hasonló cuccokkal, meg páncélállvány, meg ilyenekkel túl sok bug van, hát az most is ki fog akadni, ugyanis az elkövetkezendő olyan 7-8 részben biztos, hogy ezzel fogunk foglalkozni, de kezdjünk is bele. Látjátok, hogy egy nagyon alapvető szerkezet, piston, homok, gyors jel, és hát ugye maga a jegesmedve panoltató. Úgyhogy lássuk, hogy mi is történik itt, hogyha én itt ezt megfogom, hozzáadolom, és látjátok, hogy földhöz csapkodja. nem is kicsit, Föltöz csapkodja, úgyhogy közben a kő nem tudom a homokkő látjátok-e, hogy néha kihagy egyet és úgy flájolgat. Őt pedig így úgy csapkodja a föltöz, hogyha itt most lehajolok és szépen megnézem, akkor látjátok, hogy néha, igen, néha ki is tud jönni, de néha a lábai átmennek a homokkövön, de nem bírja ő olyan sokáig, mivel fogja magát és elkóborol majd utána ó, a fenébe. Na, szóval megmutatom nektek még egyszer. Ugyanis a jegesmedve is talán az egyik legbagosabb dolog, amit valaha láttam uh, ebben a játékban. Most itt nagyon sok jegesmedve lesz, úgyhogy lényegtelen. Uh, látjátok. Tehát, hogy uh, igen, <laughs> ez, ez az, ami itt történik. És uh, gyakorlatilag ehhez hasonló bagokat szeretnék nektek majd. A jövőben prezentálni, csak hát ö, lesznek majd itt sokkal komolyabbak is ö, később, de az még a jövő zenéje, úgyhogy igazából szerintem ízelítőnek az mi volt? Azt láttátok, egymás fejét tolták a. Na jó hagyjuk. Szóval ízelítőnek szerintem ennyi bőven elég lesz. Uh, ugye a szokásos rövid részeket fogom tartani, uh, így szerdánként a vicces minecraft bugba, Úgyhogy uh, ha esetleg van bármilyen bug ötletetek, akkor azt nagyon-nagyon szívesen fogadom, mert azért már nem állunk olyan nagyon-nagyon fényesen a uh, bagok terén. De ugye, mint mondtam, most mm. egyelőre a 200 uh, résznek a megléte. A cél, aztán utána majd meglátjuk, 200. videó után pedig, hogyha összejön, akkor egy kis meglepetést tervezek nektek, de most egyelőre ennyi legyen éppen elég, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt is, és akkor a következő részekben találkozunk. Sziasztok!